Debrecenbe kéne menni. A Phoenix rendezvény szervező csoport non-profit Kft. Virágkocsija. Debrecen a nap és a fényvárosa. Erre az egy hétre azonban a virágoké is. A kompozíció tervezésekor a legfőbb szempont az volt, hogy a fényjáték a megfelelő hangsúlyt kapjon. Az ólomüveg technikával készült városcímer már a karnevál védjegyévé vált. A Phoenix jelképezi a városnak minden vészből, pusztulásból való megújulását. A nap a halhatatlanság és az erő szimbóluma. A kocsi a hagyománynak megfelelően mindig a karneváli menet élén halad. A Szent Korona, a Phoenix rendezvény szervező non-profit Kft. Virágkocsija. A Szent Korona a magyarok egyik legfontosabb nemzeti ereklyéje, a magyar államiság egyik jelképe. A kompozíción a koronázási jelvények is helyet kaptak. Az országalma az országot és a földet testesíti meg, a jogar pedig az ítélkezés, az igazságosság és a jogszolgáltatás jelképe. A kompozíció Szent István ünnepén állandó szereplője a karneváli menetnek. 2009-ben a Debreceni Virágkarnevál 40 éves jubileuma alkalmából útra kelt a Szent Korona. A sikeres budapesti bemutatkozás után meg sem állt Balatonfüredig. Immár hagyománnyá vált, hogy magyarországi és határon túli városok fogadják a virágkocsit, így járt eddig Eger, Pécs, Nagyvárad, Szegléd és Kecskemét városában, s tavaly a koronázási város Székesfehérvár fogadta. Idén az államiság Szent Koronája Gyula városának lakosaihoz és Nagyváradra jut el. Kölcsei összehoz. Álmos község önálló virágkocsija. Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg, s akármi más kezdődjék ezentúl, az a régi többé nem leszen. Írja Kölcsei Ferenc. Ápolni és tisztelni hagyományainkat, őrizni a múltunk emlékeit, közös feladatunk, s mint ilyen, csak együtt, összefogással valósulhat meg. Álmos község virágkocsija, a Kölcsei összehoz című alkotás ezt hivatott képviselni, tisztelegve ezáltal többek között a költőóriás szellemi hagyatéka és a Debreceni Virágkarnevál 45 éves múltja előtt. A három pegazus jelképezi a három Kölcsei Ferenc nevéhez szorosan kapcsolódó települést. Sződemetert, ahol a költő született, Álmosdot, ahol igazán költővé vált, és ahol az egyetlen a himnuszunk írójához kötődő hazai épület áll, és Szatmárcsekét, ahol nyugszik. A Pegazus a költők paripája, a halhatatlanság szimbóluma, a felsőbb elme és a szeretet lelkesítő jelképe, ő a teremtő erő. A három szárnyaló Pegazus Kölcsei szellemiségét is tovább viszi. A fürdőkultúra hajnalán. Balatonfüred, Debrecen és a DH Service Kft. Közös virágkocsija. Balatonfüred hazánk legrégibb, nemzetközileg ismert gyógyüdülő helye. Az elmúlt évszázadok során gyógyulást keresők és a felfrissülni, kikapcsolódni vágyók keresték fel a füred és a savanyú vizet. Az ide látogatóknak a múlt, a hagyományok iránti tisztelet és a jövőbe tekintő fejlesztések olyan harmóniája tárult a szemük elé, amely már az első balatonparti fürdőház felépülése óta jellemzi a várost. A reformkori Füred kedvelt találkozási helye volt íróknak, művészeknek, politikusoknak, és mind ott hagyták a kézjegyüket a város arculatán. A balatonfüredi Annabál, a Dunántúl első kőszínháza, a Szívkórház mind arról az évszázadokat átölelő társasági életről árulkodnak, amely még ma is jellemzi Balatonfüredet. A város fürdőkultúrájának hajnalát idézi a virágkocsi kompozíció. A Balaton vízén csónakázó pár, a nantrágját feltöltve vízbe gázó libériás pincér, a labdázó gyerekek azt az önfett hangulatot sugározzák, amelyben a gyógyulás, a pihenés és a szórakozás tökéletes harmóniában egyesül. Kossuth híres fürdőlevele így idézi meg a tavat. Szép ez a Balaton, szép mindenkoron, szép, midőn medre mélyből üvöltő szél sötét habokat paskolgat fel, szép, midőn a vihar közelségét viharos zöld szín töltve jelenti, de legszebb, mondhatatlanul szép, midőn a kelő nap az első fénysugarát, vagy a telehold a bányos fénycsomót göndörvíz színén végiglöveli. Ki a mindenható mosolyát egy földi képben látni és óvárok, ezt nézze meg. Balatonfüred várja vendégeit, hadd osztozom mindenki ezt épségben.
Zeglédváros 650. Zeglédváros virágkocsija. Zegléd idén ünnepelhette, hogy immár 650 éve város. 1364. május 8-án első Lajos király oklevele a települést várossá nyilvánította. A korábban királyi birtok Zegléd 4 évvel később az óbudai Clarissa apácák birtokába jutott, akik évszázadokon át voltak tulajdonosai a városnak. Ennek állít emléket Lantos Györgyi szobrászművész városalapítók szobra is. A Clarissa apáca, a parasztlány és a polgár alakjai a város több évszázados múltját idézik. A szoborcsoport 1989 óta ékesíti a város egyik leghangulatosabb terét, és hatásosan fejezi ki az egyházi, népi és világi összefonódást. Zegléd kulturális életében fontos szerepet vállal a kocsit kísérő zegléni fúvós zenekar. A város zeneszeretőiből 2002-ben alakult zenekar számos hazai és külföldi fesztiválon vett már részt, és emellett a városi rendezvényeknek is nélkülözhetetlen szereplője. Legközelebb a 19. Kossuth toborzó ünnepélyen muzsikálnak, mely fesztivált a város minden év szeptemberében Kossuth Lajos zeglédi toborzó beszédének tiszteletére rendeznek. Egészségben és egységben az erő. A Debreceni Egyetem virágkocsija. A Debreceni Egyetem küldetése megalakulása óta változatlan. Használható, napra kész tudással felvértezni az intézmény falai között tanuló fiatalokat, hogy azok a diploma megszerzését követően megállják a helyüket a munkaerőpiacon, akár multinacionális cégnél helyezkednek el, akár a családi gazdaságban kezdenek el dolgozni. Az intézmény virágkocsija egy jól ismert orosz népmesét jelenít meg. Az egyetemen megszerzett és befektetett tudásnak köszönhetően olyan nagyra nő a biorépa, hogy csak együttes erővel a család apraja nagyjának bevonásával lehet kihúzni azt a földből. Ha nagy dolgokról van szó, mindenkire szükség van, és bármilyen kicsi is, mindenki egyformán számít a siker elérésében. A legnagyobb sem megy a legkisebb nélkül semmire. Napjainkban egyre nagyobb figyelem irányul az egészséges táplálkozásra, amelyet a répa jelöl, az egyetem pedig kiemelten foglalkozik olyan élelmiszerek fejlesztésével, melyeknek egészségvédő, betegségmegelőző hatásuk van. A Debreceni Egyetem az egyetlen intézmény az országban, ahol az ehhez szükséges tudományterületek mindegyike megtalálható. A Debreceni Egyetem virágkocsiját az egyetem hallgatóiból álló Pompom csapat kíséri, a menetzenét a zeneművészeti kar hallgatói szolgáltatják. Herkules harca. A Zegner Fitness Kft. Virágkocsija. A Zegner Fitness már második alkalommal indít virágkocsit a debreceni virágkarneválon. Ezúttal a görög-római mitológiából merítve a mindenki által jól ismert Herkules története elevenedik meg. Herkules nem csak erős, hanem kiválasztott is volt, hiszen csak az ő kardja tudta levágni a világot megrontó hidra fejét, hogy az ne nőjön ki újra. Erre a kentaur készítette fel őt, aki mai szóval élve Herkules személyedzője volt a felkészülés során. A történetből egyetlen filmkockát vág ki a kompozíció, amikor még nem kezdődik el a harc. 2014-ben, amikor a 20. század két legszörnyűbb eseményére emlékeztünk, reményünk még erősebb. A konfliktus békével megoldható. Ha nem is viadalra készülve, de bármilyen személyes cél elérésében hasonlóan profi és szakmailag felkészült, a virágkocsin is látható személyi edzők segítenek minket a Zegner Fitnessben. Dínóvilág. A Fórum Debrecen Bevásárló Központ virágkocsija. A Fórum Debrecen Bevásárló Központ immár 6 éve a régió vezető bevásárló központja. Az elmúlt évek során a város szerves részévé vált Fórum, mintegy 120 üzletében a hazai és nemzetközi világmárkák széles kínálatából válogathatunk, megismerhetjük az évszaknak megfelelő legújabb trendeket, és kiváló éttermek, fagyizók és kávézók segítenek a kikapcsolódásban. Van azonban még egy dolog, amivel a bevásárlóközpont immár 6 éve rendszeresen megörvendezheti a Fórumba érkezőket. A felejthetetlen programok.
Sporteseményekkel, kiállításokkal, tematikus közösségi programokkal várják időről időre a kicsiket és nagyokat. Nincs ez másként idén sem, a fórum legújabb attrakciója a szeptember 5-én induló dinó kiállítás, mely évtizedmilliókkal korábbra a dinoszauruszok fénykorában repíti vissza az időben a kalandvágyó dinó rajongókat. Az élethű, mozgó és hangot adó dinoszauruszok számos élményt ígérnek. Profi fotó segítségével fényképezkedhetünk a félelmetes karnotaurusszal, a játszósorokban dinó kirakó és kifestő, dinós kártyajáték és dinó csúszda várnak, és nem marad el a dinó lovaglás sem. A virágkocsi kompozíciója a dinoszauruszok fénykorát eleveníti meg számunkra, és segítségével bepillanthatunk az őslénykutatók izgalmas munkájába is. Energiakaland. Az E.ON Tiszántúli áramhálózati ZRT virágkocsija. Felelős hazai vállalatként az E.ON fontosnak tartja a hagyományok megőrzését, az olyan kulturális események támogatását, melyek hozzájárulnak Magyarország és az E.ON szolgáltatási területén a kulturális élet színesítéséhez, hagyományaik megtartásához, újabbak teremtéséhez. Ilyen tradicionális esemény a debreceni virágkarnevál is, mely a város emblematikus és legnépszerűbb turisztikai rendezvénye. Sok év után újra elindítják a virágkocsijukat, amelyen az E.ON óvodai energiatudatosságra nevelő programja az Energia Kuszkó figuráinak megjelenítésével kívánják felhívni a látogatók figyelmét a tudatos energiafelhasználásra. Az Energia Kuckó az Energia Kaland nevű átfogó energiatudatosság program része, melynek célja, hogy segítse a jövő felnövekvő nemzedékeit az energiával kapcsolatos tudásuk bővítésében. A program szórakoztató formában mutatja be az energia világát a kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Smiley, a mosoly forrása. A Smiley palacsinta, Kovács és Szalai Kft. Virágkocsija. Egyszer volt, hol nem volt, messze a világ távoli univerzumaiban, a Földön kívüliek között az élelemért nagy csoda dúlt. Sokan közülük békés, mosolygós világra vágytak, ezért útra keltek, hogy egy boldogabb világot találjanak maguknak. Így történt, hogy eljutottak Magyarországra, és rátaláltak a nagyrészt magyar minőségi alapanyagokból készített, aranybarnára sütött, incsiklandozó Smiley palacsintára. Igen ám, de ez a palacsinta varázserővel bírt, és mindenki arcára mosolyt fakasztott. Az űrlények észlelve ezt a csodát, egymásra adták a hírt, hogy mit találtak kis hazánkban. Azóta a földön kívüliek apraja nagyja visszatér közénk, mert a négyféle ízben sütött ízletes palacsinta és a mosoly varázsa szebbé tette az életüket és felhagytak a viszálykodással. Több mint 80 éve a magyar anyákért és gyermekeikért. A Teva gyógyszergyár ZRT virágkocsija. A Teva büszke arra, hogy az általa gyártott termékek több mint egy évszázada egyet jelentenek a megbízhatósággal, világszínvonalú minőséggel. Annak, hogy tudásuk, elkötelezettségük mennyire állta ki az idő próbáját, egyik legjobb bizonyítéka a Neogran Ormon kenőcs, amelyet már 1933 óta folyamatosan gyártanak. Néhány összetevő ugyan változott az évtizedek során, de az a szaktudás, odaadás és szeretet, amely minden egyes doboz elkészítése mögött van, továbbra is változatlan. A 30-as évek óta felnőtt nemzedékek maguk is anyává, nagymamává érve viszik tovább a tradíciót és használják a Neogran Ormon bizalommal gyermekeiknél, unokáiknál. Szent László füve. A Földművelésügyi Minisztérium és az Alföldi Legendárium Klaszter közös virágkocsija. Szent László királyunk sokfelé harcolt. Katonái úgy aprították az ellenséget, hogy idő sem maradt eltemetni őket. A holttestek megfertőzték a levegőt és a vizet, emiatt halálos betegség terjedt el a magyarok táborában. Uram, szólt egy katona, ha ez így megy tovább, ma holnap nem marad katonánk, akivel harcoljunk. A király Istenhez fordult segítségért, hogy megtalálja a módját a dögvész megállításának. Amint a király imádkozott, egyszer csak fényesség áradt szét, és megjelent egy angyal, aki így szólt. Ne keseregj, mert minden bajra van orvosság, csak meg kell találni azt. Imádod meghallgatta az Úr, és üzent neked. Lőj ki egy nyilat, és ahol a nyíl földet ér, ott gyűjts füvet. Az a fű meggyógyítja a katonáidat és a népedet. A király fogta az íját, felhúzta, és kilőtt egy nyilat, majd néhány katonával ellavagolt a nyílvessző keresésére.
Hamar meg is találták a nyilat, földbe fúródva a füvek között. Ebből a fűből szedjetek, mondta a király, és maga is nekilátott a gyűjtésnek. Marokszám tépték a füvet a nyilvessző környékéről. Amikor eleget szedtek, visszalovagoltak a táborhoz. Szent László főzetet készítetett a füvekből és megitatta a betegekkel, akik szempillantással meggyógyultak. A főzetből mindenkinek juttatott, hogy a nyavaja még csak meg se környékezhesse az embereket. Így mentette meg a nagy királyunk seregét és népét a pusztulástól, és adott nekik új erőt és hitet a további harcokhoz.